Január végéig a középiskolákban biztosan digitális tanrend lesz, mondta Maruzsa Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy a nyitva tartott intézmények esetében továbbra is fontosak a megelőző intézkedések, például hőmérsékletmérés, távolságtartás, illetve a kormány havonta mintegy 300 000 liter fertőtlenítőszert biztosít az intézményekbe. Maruzsa Zoltán az érettségiről is beszélt. A médiában az elmúlt napokban megjelentek olyan vélemények, hogy emiatt maradjon el az érettségi, és még egy petíció is elindult ennek érdekében. Én úgy emlékszem, és jól emlékszem, hogy ezt a vitát tavaly már lefolytattuk. Én nem javaslom, hogy ha ilyen gondolataink vannak, akkor azt kérem az érintettektől, hogy olvassanak utána, mi történt tavaly Nagy-Britanniában. Ott ugye elmaradt az érettségi, és ebből hónapokig tartó hatalmas botrányok következtek utána a felvételik terén. Nálunk sem lenne másként, ha elmaradna az érettségi, mivel az érettség és a felsőoktatási felvételi szorosan összekapcsolódik, ezért érettségi hiányában Magyarországon is hatalmas felvételi káosz alakulna ki. Tavaly ezt elkerültük, és idén is el szeretnénk, és el is fogjuk kerülni. 696 új fertőző eset volt az elmúlt 24 órában, 128 beteg meghalt. Erről már Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt. Eddig több mint 78 ezer főt oltottak be Magyarországon, jellemzően az egészségügyi dolgozók és a szociális intézmények lakói, dolgozói körében. Az országos tiszti főorvos azt is elmondta, ma is érkezett vakcina szállítmánya a Pfizertől és a Modernától is, így további 51 ezer embert tudnak majd védőoltásban részesíteni. A Moderna vakcinája hasonlóképpen működik, mint a Pfizer vakcina, tehát ez is egy hírvivő RNS, egy messenger RNS alapú vakcina, ami azt jelenti, hogy ez a vakcina csak az üzenetet továbbítja a sejtbe, azt az üzenetet, hogy a vírusnak, vírusra jellemző fehérjének a termelődése megtörténjék a szervezetben, ami ellen képződik majd a szervezetben ellenanyag. Nem kell félni, nem kell tartani ettől a bizonyos RNS darabkától. A Ceglédi legfrissebb adatok szerint 55 fő van járványügyi zárlat alatt, igazolt beteggel találkozott, és 39 fő van járványügyi elkülönítés alatt, igazolt beteg otthonában.